Kedves nézőink, az Ajkai Alumínium Ipari Szakszervezet és a Városi Könyvtár és Szabadidő Központ az idén is megrendezte a Városi Majálist. Most erről láthatnak egy összeállítást. A meteorológusok korábbi borulátó jósataira rácáfolva, ragyogó napfény köszöntötte május 1-én reggel az ünnepelni gyülekező sokaságot az agórán. Az ünnepi programnak immár kialakult koreográfiája van Ajkán. Május első napját májusfaállítás és táncos zenés műsor köszönti az agórán. A délceg májusfával idén sokat kellett birkózniuk a magukat jó erőben érző férfiaknak, mert a bokrétája jó ideig vidáman lengett jobbra-balra, csak emelkedni nem akarózott neki. Végül aztán az Ajka padrakú táncoslábú legényei és a Schwarz Béla vezette önkormányzati különítmény egyesített ereje győzedelmeskedett, és a színes szalagokkal ékesített májusfa is emelt fejjel köszönthette az ünnepet. A makacs májusfa felett aratott győzelem után az Ajka városi bányászfúvós zenekar és mozsaret csoportja, valamint a Magyar Palányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény APETKA néptáncos csoportja szórakoztatta a téren gyülekezőket, majd Pat Ferenc, önkormányzati képviselő, az Ajkai Alumínium Ipari Szakszervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket a rendező szervezetek nevében. Május egyike a legszebb hónapjainknak, a tavasznak. Ehhez nagyon sok hagyomány és esemény is fűvődik. Egyik ilyen esemény, aminek az előbb tanulja lehetett mindenki, a májusfa állítás. Ez is jelzi azt, hogy a fiúk milyen sok mindent bevállalnak ahhoz, hogy szereteiknek, hölgyismerőseiknek, barátnőjüknek egy szép májusfa állítással emlékezzenek meg, fejezzék ki érzelmeiket. Ennek az ünnepnek a kapcsán egy Ajka városában egy felvonulás, május 1-i felvonulásra kerül sor, majd rövidesen az itteni ünnepség után. Arra kérek mindenkit, hogy majd ezen a felvonuláson vegyen részt, ezzel is öregbítve Ajkának ezt a hagyományosan nagyon szép május 1-i felvonulását. A szónok jó majálisozást, szép és vidám május 1-ét kívánt mindenkinek. Ezután 10 órakor kezdődhetett meg a szervezők jóvoltából rengeteg színes lubvalont lobogtató ünneplőtömeg felvonulása a sportcentrumhoz, élén, hagyomány szerint, az autós tűzoltókkal és a mazsarettekkel kísért bányászfúvósokkal. A bányászpálya felújítása miatt idén is a sportcentrum előtti térségen kapott helyet a majáris, a kerítésen kívül a parkolóban állították fel sátraikat és szórakoztató masináikat a mutatványosok, míg az udvarban működtek az etető és itatóhelyek, legbelül pedig a pályaszélén kapott helyet a színpad, ameddig csak a legelszántabb kultúrszomjasak jutottak el, a közönség ezért kicsit gyérebb volt, mint amit a produkciók megérdemeltek volna. Először a Magyar Palányi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az APETKA néptánc csoport folytatta itt egy kiadós séta végén az agorán megkezdett műsorát, majd ebédszünet után a Forma Fish Sport Egyesület versenyzőinek bemutatójával indult a délutáni program. Őket az Ilcsi Dance Club táncosai, majd az Ajka Kristály ESE aerobik szakosztálynak versenyzői követték. Németh Csaba musical slágereket és egyéb vidám dalokat adott elő, utána a Bahar Orientális Tánc Egyesület látványos produkciója következett. A legkisebbek szórakoztatását a Bodza együttes vállalta. Nagyon ügyes táncos lányok vannak itt elől, nagyon örülünk nektek!
5 óra után kezdődött a nap egyik fénypontja, a hangadó koncertje, őket az ugyancsak népszerű Requiem zenekar koncertje követte. Nem baj, ha szereket tépsz el.
Igen, köszönjük, köszönjük! Ünnepi beszélet idén Gerencsér Hilda önkormányzati képviselő és Heizler Ferenc a civil szövetség elnöke az Ajkai Alumíniumipari Szakszervezet titkára mondott. Ma, május 1-én mindenkit ünneplünk a 21. században is, aki tud és akar dolgozni. Legyen a munkája kétkezi, fizikai vagy szellemi munka, ami által értéket, hasznosat és hasznosíthatót teremt. A munka közösségi tevékenység, de hál' Istennek közösségi élmény is. Kapocs ember és ember között közösség teremtő és formáló erő, annak minden konfliktusával és eredményével együtt. Nagyon nem mindegy senkinek, hogy nap mint nap kivel és hogyan kell eltöltenie a munkaidőt, és hogy mennyire tudunk azonosulni ott a feladatainkkal. Ez az ünnepnap tartalmában és külsőségeiben sokat változott. Örömteli tény, hogy az elmúlt évtizedekben egyre inkább a családok, a baráti társaságok, a munkahelyi közösségek együtt töltött vidám napja lett. Így örülhettünk ma is itt Ajkán egymásnak, a sok színes programnak, mindig megújuló szép városunknak. Nálunk még él a közös felvonulás hagyománya, és a napi szórakoztató programok mellett itt talán még jobban esik az együtt elfogyasztott virsli, amit a szomjazók akár több korsó sörrel kísértek le, és valószínű fülükbe csengett a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Én még egyszer megköszönöm, hogy eljöttek, és kívánom, hogy érezzék ezután is jól magukat. Legyen egy kellemes élmény majd a 2015-ös maján is. Köszönöm, hogy meghallgattak. Több, jobb, biztonságosabb munkahelyet akarunk. Biztos jövőt szeretnénk magunknak és gyermekeinknek. Tisztes európai béreket. Újra követelnünk kell a 8 órás munkanapot, nem a törvényt, már az van, hanem a betartás ellenőrzését. A kormánytól a magyar dolgozó nem ajándékot vár. Ma azt sem várja, hanem a munkalehetőséget, az életszínvonal emelkedését, felzárkóztatást, a mi eredményeink elismerését és biztonságot. Akkor lehetünk ma elégedettek, ha a Nobel-díjas tudósaink, Oscar-díjas művészeink az itthoni munkájukért kapják meg az elismerést. Ha a munkás elégedett életével, mert európai körülmények között él és dolgozik. Ha senki nem segélyből, hanem mindenki munkabérből tartja el családját. Hogy ez mikor következik be? Nem tudom megmondani. Szakszervezetünk az elmúlt több mint 100 évben is hasonló célokért dolgozott, a jövőben is azt tartja feladatának, hogy a dolgozók érdekeit védje. Tudjuk, sokat kell dolgoznunk. Egyre többet, sőt, még többet. Azt is értjük, hogy azért dolgozunk többet, mert jobban akarunk élni. És aki nagyon akar, az talál segítőtársat, lehetőséget, feladatot, és képes lesz a megújulásra, akár csak a természet. Ma már tudjuk, hogy az autópályákhoz is kátyus göröngyös út vezet, ráadásul előbb le kell tennünk az úthasználati díjat, és csak azután élvezhetjük a gyorsaság és a biztonság előnyeit. Így van ez a munkával is. Buktatótól sem mentes pályakezdés, többszörös szakmaváltás, élethosszig tartó tanulás szükséges ahhoz, hogy a 21. század kihívásainak megfeleljünk. A lehetőségek úgy jönnek-mennek, mint az évszakok. Aki ébren figyel, az észreveszi az első világ nyílását, aki kevésbé szemfüles, az csak a sokadik illatát érzi meg. De most azért vagyunk itt, hogy ilyen sokan együtt és közösen könnyen felfedezzük a tavasz és az élet örömeit és lehetőségeit. Ne hagyjuk elmenni magunk mellett semmi jót, fogjunk össze, mert a munk emlékezése kötelez, a jelen és a jövő pedig alkotó munkát kíván.
Megköszönöm a támogató szervezetéknek és intézményeknek a segítségét, külön köszönöm a Nagy László Szabadidőközpontnak a színvonalas műsort, önöknek pedig jó szórakozást kívánok a nap hátralévő részéhez. Köszönöm szépen figyelmüket! Az ünnepi nap gazdag programját a Rising Starból ismert Kovács Gyopár és Palmer Izsák fellépése zárta. As it tries to remind her of time, she's messed up too. Soon she says, you're a foot out the door, might as well leave with that hold on it, babes. I ain't worth all this, but I don't wanna lose you too. And boy, you better start explaining why you treat me like a wet old jacket. None of this is entertaining. What am I? Nothing but a rebound shag. And you better have good reason for going missing every Friday night. You call it fun, I call it treason. Az egy ország ismert téged meg a TV2 tehetségkutatójából, a Rising Starból, hiszen benn voltál a 12 legjobb énekes között. Miben változott meg az életed a műsor óta? Azt érzem leginkább, hogy kinyíltak a kapuk előttem, amióta szerepelhettem a tévében. Nyilván sokkal többen ismerhettek meg engem, de nem csak a közönségek között, hanem esetleges befektetők, esetleges menedzsmentek, esetleges rendezvényszervezők között, és ez is lehetőséget nyújt nekem, hogy például a mai napon is elő tudjak adni egész sok feldolgozást, és néhány saját dalt is, nótát is, amit megismerhettek egy bővebb közönséggel. A műsor óta hogy zajlik egy napod? Mesélj nekünk róla. Szerintem nincsen már átlagos napom, ezt szeretem nagyon. A műsor vége után pont célszerűen Budapestre sikerült költöznöm. Azóta igazából oda megyek, ahova óhajtok, vagy ami igénylek ahhoz, hogy valahogyan tovább tudjam vinni ezt a szekeret, vagy hogy meg tudjam működtetni a karrieremet egy pozitív irányba. És azt tudjuk, hogy ugye a testvéred is zeneszerző, vele is dolgozol együtt, vagy teljesen önálló vagy? Még nem volt ideig közös projektünk, bár mostanában beszélgetünk arról, hogy lehet, hogy egy közös szövegű vagy dallamú nótát létre kellene hozni, de ideig az, hogy egy szakmában dolgozunk, az számunkra csak egy ilyen vacsorai beszédtéma. És most már teljesen ide helyezted át Magyarországra magad, vagy még azért Bécsben is vagy? Egyelőre itt lakom non-stop.
műsor előtt egy évvel is Győrben laktam egyébként. Egy jó 4 évet, meg a gyerekkoromat is ott töltöttem. Szóval nem idegen tőlem sem az, hogy magyar földön tartózkodom. De igen, előtérben itt vagyok, hogy minél többet tudja foglalkozni az itteni zenei világgal. Van, aki megmondja, hogy mit szabad, van, aki megteszi, amit nem szabad, van, aki nem tudja, hogy nem szabad, olyan is van, akiről nem értem, hogy miért szabad. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Rebben szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, ugrik a fény és gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleséget, s már feleséget, fenn a magasban, fenn a magasban. Azt rólad is tudja mindenki, hogy a 12 legjobb énekes között voltál, hiszen tényleg megismert mindenki. Neked miben változott meg az életed, mióta részt vettél a műsorban? Mióta részt vettem a műsorban, egyrészt sokkal kevesebb a szabadidőm, és sokkal több dolgot kell csinálnom, sokkal jobban be kell hoznom az iskolai dolgokat, az iskolai lemaradásokat, ami ugye a műsor alatt nagyon nehéz volt, mert nagyon sok volt a hiányzás. Így ebből kifolyólag nagyon nehéz volt a tanulás is, és ezt most be kell pótolnom. Nyilván az is nagyon nagy pozitívum, hogy nagyon sokan megismertek, az utcán felismernek, és ilyenkor nagyon furcsa érzés, mert mindig megszoktam, hogy igazából így láthatatlan vagyok az emberek számára, és ilyenkor mindig meglepődöm, hogy engem is így felismernek, és az utcán néznek, amikor reggel megyek a suliban, akkor is a villamoson így néznek, és ilyenkor nagyon furcsa érzés, de ebben változott meg, és az, hogy elkezdtem énektanárhoz járni, aki műsor alatt is volt, Óvári Évi nekem énektanárom, hozzá kezdtem el járni magánéletben is, tehát személyesen is, és nagyon sokat fejlődött azóta, a hangom sokkal biztosabb lett, sokkal jobban tudom élvezni az éneklést, és nem csak arra koncentrálni, hogy technikailag jó legyen. A Rising Staros barátaiddal sokszor együtt léptek színpadra, vagy azért te is egyedül is mész mindenfelé?
Nekem ez az első alkalom, hogy fellépek, bárhogyan egyedül együtt, szóval én még velük sem léptem fel, és sehogy sem, szóval most eléggé izgulok, de szeretnék velük, szerintem lesz egy csomó olyan, hogy közös program, meg velük megyünk mindenhova, és azért magánéletben is sokat találkozunk, amennyire nekik megengedi az ideig, meg nekem is. Úgyhogy remélem, hogy igazából fogunk együtt fellépni, de nekem még ez az első. És akkor apropó magánélet, a műsor után változott, ostromoltak a fiúk mindenféle szerelmes üzenetekkel, levelekkel? Igen, voltak egészen viccesek a mai napig is. Nagyon aranyosak, és tényleg nagyon jól esnek ezek az üzenetek, mert mindig kicsi volt az önbizalma, és ezek egy kicsit így rendbe rakják valamennyire az önbizalmam, de nagyon jókat szoktam mosolyogni rajtuk, mert egészen vicces, megfogalmazódott gondolatok jönnek át ott a Facebookon nekem. Szóval ebben az esetben változott az életem, igen. Because you know I'm all about it. All the right job, all the right place. I see the magazine, but in that body shop, we know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every bitch your beauty's perfect, the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like a little booty to hold them nice. Köszönöm szépen!